Nagyon örülök, hogy itt lehetek, most már nem először, de egy régi új helyszínre jöttünk most ide vissza a Mezőgazdasági Múzeumba, és ez egy olyan rendezvény, ami azt hiszem, hogy már egyáltalán az, hogy 24. alkalommal gyűlünk itt össze, az mutatja azt, hogy ez egy értékteremtő fontos rendezvény, nem csak a szakmai oldalról, nem csak az ebben résztvevő iparosoknak, hanem természetesen a nagy közönségnek is. Évről évre tudjuk azt, hogy a karácsonyi készülődés egyik eleme most már az, hogy el tudunk jönni és meg tudjuk tekinteni ezt a kiállítást, ami egyrészt nyilván hangolódni is segít az ünnepre, másrészt pedig ráébreszt minket arra, hogy milyen elképesztően gazdag kulturális hagyományokkal rendelkezünk Magyarországon. Itt mind lehetőségünk van egy ilyen kiállítás alkalmában, hogy különböző szegmensével megismerkedhessünk a magyar kultúrának, és egészen pici kortól be tudjuk már vonni a gyerekeinket is a téma okán, hiszen melyik az a kis gyerek, akit ne érdekelne az, hogy hogyan is jött el ide hozzánk a kis Jézus. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen esemény, mint ez a kiállítás Budapesten találta meg az otthonát, tehát önmagában ez az esemény is nagyon sokat hozzátesz ehhez az ünnepkörhöz és a budapesti kulturális élethez az advent időszakban is. Ugyanakkor rengeteg olyan más programkezdeményezés van, ami a fővárosi önkormányzat szervezésében támogatásával valósul meg, és az advent időszakra koncentrálódik. Pontosan tudják, hogy egyrészt a Vörösmarty téren, másrészt pedig a Városháza parkban most már hagyományosan évek óta egy nagyon magas színvonalú vásárral találkozhatnak, nem csak a budapesti vagy a belföldi turisták, hanem azok a külföldiek is, akik frekventáltan keresik fel Budapestet ebben az időszakban. Másrészt pedig igyekszünk azon lenni, hogy az ott meglévő gyerekeknek szóló betlehemezés, éneklés, kézművesség és egyéb programok mellett egész évben tudjunk egyébként olyan programokat biztosítani, ami a gyerekek számára is könnyen érthetővé, átélhetővé és hát megszerethetővé vagy szerethetővé teszi a magyar kulturális hagyományokat. Egyrészt persze a saját intézményeinken keresztül is tesszük ezt, hiszen nagyon széles az az intézményrendszer, amit a fővárosi önkormányzat működtet, másrészt pedig külön programokkal, mint például a Pünkösdi Királyság Pünkösd idején, ahol királyt és királylányt választunk, vagy például a Deák 17 ifjúsági galéria, ami pedig egész évben biztosít a gyerekeknek egészen 20-sok éves korig, tehát az ifjúsággal bezárólag olyan kulturális tartalmat, ami minőségi, és ami azt hiszem, hogy számukra is nagy örömet jelent a befogadása. Egyrészt gratulálni szeretnék azoknak az alkotóknak, akik ma itt kitüntetést kapnak, és persze ahhoz a munkához is, amellyel ezt a kiállítást létrehozták. Másrészt pedig nagyon kívánom azt a szervezőknek, hogy ezt a fantasztikus kiállítást még sokáig tartsák életben, hiszen ezzel nem csak az itt megjelent kiállítókat ismerik el, hanem nekünk, budapestieknek és magyaroknak is nagyon sokat hozzátesznek a kulturális élvezetek befogadásához és egyáltalán az ünnepkörre való készülésünkhöz is.